az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves Istennek helyet készítő testvéreim, szeretettel köszöntöm Önöket, benneteket, szeretettel köszöntöm azokat is, akik majd délután ezt a Szent Mise felvételt fogják nézni a Pannon TV-n keresztül. Szent Mise elején kérdezzük meg önmagunkat, mi hogyan készülünk Jézus eljövetelére, hol kell neki több helyet adni az életünkben. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Azokban a napokban így szólt az Úr Aház királyhoz. Kér magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból. De Aház így válaszolt. Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat. Erre Izajás próféta azt mondta. Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme a szűz, fogan, fiút szül és Emmanuelnek nevezi, ami annyit jelent, velünk az Isten. Ez az Isten igéje.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Pál, Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola köszön benneteket. Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből származott. A szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas fiának bizonyult. Általa nyertük el a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezek közé tartoztok ti is, akiket Jézus Krisztus meghívott. Üdvözlöm mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre hívott. Kegyelem nektek és békesség atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus Krisztus születése így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves Krisztusnak helyet készítő testvéreim, nyugodtan leülhettek. Egy történetet hoztam egy szentről, egy emberről, egy asszonyról, és azért hoztam ezt a történetet, mert éppen a lányának a neve ide illik a mai evangéliumhoz, és az egész történet az nagyon passzol a mai üzenethez. Ez a szent Gianna Beretta Molla, Székely János püspök atya könyvéből idézem, de az életét meg lehet találni az interneten is.
Gianna Beretta Molla boldog feleség és három gyermekes édesanyja volt. Amikor a férjét megismerte, ezt írta a naplójába. Isten nem ajándékozhatott volna meg szabad, szebb találkozással. Minden vágyam, hogy boldoggá tegyem. Gyermekorvosként rengeteget tett, különösen is a szegények gyermekeiért. A plébánián, a karitás csoportban, gyerekek nyári táboroztatásában mindig segített. Ez a zavartalan családi élet egészen addig tartott, míg a negyedik kisgyermek nem kopogtatott a család ajtaján. Rögtön az első terhességi vizsgálaton kiderült, hogy Gianna méhén egy nagy daganat van. Ő is orvos volt, tudta, hogy ez mit jelent. Azonnal műtétre lett volna szüksége. De azt is tudta, hogy ez a kisgyermeke életébe kerülne. A leghatározottabban azt mondta az orvosnak, mentsétek meg a gyermeket. A férje mellett állt, meg sem próbált vitatkozni vele. Ismerte a feleségét, egy akart vele lenni ebben az utolsó nagy döntésben. Az orvos elvégezte a műtétet úgy, hogy a kisgyermeknek ne ártsanak. Falfehér arccal jött ki a műtőből, azt mondta a férjnek, megmentettük a gyermeket. Gianna még hazament, otthon mindent elrendezett, mint aki hosszú útra készül. Nagy hétfőn ment vissza a kórházba. Az ápolónak azt mondta, nővér, eljöttem, nekem most meg kell halnom. Nagy szombaton délelőtt született meg a kislánya, akinek ezt a nevet adta, Emmanuela, ami azt jelenti, velünk az Isten. Két nappal később pedig meghalt az édesanyja. A legkisebb lánya doktornő lett. Annak köszönhette az életét, hogy ilyen édesanyja volt, aki úgy adott életet, hogy a maga életét adta oda érte. Kedves Jézusnak helyet készítő testvéreim, talán szomorú ez a történet első hallásra, és belegondolva szintén. Azonban miről szólhat, mit üzenhet nekünk? Mikor, gondoljunk bele, mikor Mária találkozott az angyallal, akkor volt egy terve az életéről, és ez a terv teljesen megváltozott. Mária szíve alá fogadta Jézust. Helyet adott neki az ő életében. Aztán, amikor Szent József megtudta, hogy mi a helyzet, amikor Máriának a pocakja már gömbölyödött, akkor szintén nagyon megváltozott az élete. Ebben a helyzetben, visszatérve az édesanyjára, a Szentre, azt kell tudnunk, hogy az Isten nem várja el föltétlenül ezt az életáldozatot. Épp ezért van kitüntetve ez az édesanyja a szenti javatással. Azonban gondoljunk bele, hogy kit fogadunk be karácsonykor. Azt fogadjuk be Jézust, aki önmaga odaadta az életét értünk. Hogyha föltekintünk a keresztre, akkor ezt az élet átadást, önátadást látjuk. Erre kell, hogy emlékeztessen minket Krisztusnak a keresztje. És amikor egy olyan valakit fogadunk be az életünkbe, egy olyan valaki kopogtat az életünkben, aki mindent odaadott értünk, akkor ezzel a szeretetnek a mércéjét nagyon magasra teszi. Gianna, Szent Gianna szintén magasra tette a szeretetnek a mércéjét. Mikor egy édesanyák mesélték nekem, hogy milyen jó, hogy amikor egy gyermek megfogan, akkor még van idő készülni rá, hogy 9 hónap alapesetben, egészséges esetben ott van, hogy készüljenek annak a gyermeknek az érkezésére. Akár fejben, akár szívben, akár otthon vásárlással, ház átépítéssel, vagy esetleg másik házba való költözéssel, és így tovább. Tehát
készülni egy gyermek jövetelére, az mindig azt vonja magával, hogy helyet készítünk számára. Ebbe a titokba, ebbe a misztériumba, az élet misztériumába mi férfiak, házas férfiak, egyéb férfiak, mi csak mellette tudunk állni, mi nem tudunk olyan közel kerülni, mint az édesanyák. De Szent József is ebben a helyzetben volt. De az, hogy olyan valaki jött, aki aztán teljes egészében odaadta önmagát, ez vonja magával azt, hogy bizony, aki őt befogadja, neki is erőfeszítést kell tenni. Neki is nehéz helyet adni a megváltónak. Átformálta az életét. Szent József a maga módján teljesen jó megoldást keresett. Azt mondta, hogy én titokban fogom elbocsátani Máriát. Nem akarom megszégyeníteni őt. Ami legjobb döntés lehetett, abban a helyzetben ő azt emberileg meghozta magában. Mert Máriát egyébként megkövezték volna, mert a házasságtörőket megkövezik. József meg akarta menteni őt. És akkor jött még be Istennek a szava, hogy hé, József, add fel a terveidet. Van nekem egy másik tervem számodra. És azért tudunk rátekinteni erre a Szent Édesanyjára is, mert ő is az ő terveit, egyenesen az ő életét adta föl. Valószínűleg nekünk nem így kell odaadni az életünket, amikor helyet készítünk a megváltó számára, mint Máriának, vagy Józsefnek, vagy Giannának. De az apró, mindennapi dolgainkban, amikor az imádságra szánok időt, amikor egy szerettem, egy hozzátartozom számára szánok időt, vagy a terveimet módosítom az engedelmességgel, ugye otthon a házaspárok engedelmeskednek egymásnak, igazodnak egymáshoz, akkor ez mind-mind helykészítés. Helykészítés a másik számára az életemben, és helykészítés az Isten számára az életemben. Ahogy fizikailag kéri a helyet a gyermek, és az életünk átszervezésével, igazodással, szeretettel, úgy Jézus is kéri a helyét a mi életünkben. Nem egyik pillanatról a másikra robban be, hanem növekszik. Tapintatos tekintettel van ránk. Mi kövessük az ő érkezését, kövessük az ő növekedését, és adjunk neki helyet az életünkben. Ámen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. Testvéreim, az Úr közel van, azért jön közénk, hogy üdvözítse a világot. Kérjük tehát bizalommal. Úrunk Jézus Krisztus,
Tisztíts meg népedet a bűntől, hogy örvendező lélekkel várja eljöveteled szent ünnepét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, eljöveteled várása töltse be mindnyájunk szívét szent békességgel és reménységgel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, vezesd egységre a népeket, hogy megszűnjék a háború és a gyűlölködés az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, enyhítsd a szegények inségét, karold fel az elhagyottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, vezesd a megtérés és a bűnbocsánat útjára a bűnösöket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Megváltó Jézusunk, egyszer már eljöttél a világba. Jöjj el mindnyájunk szívébe is, és szent jelenléted által tölts el bennünket békével és reménységgel, élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Ezekben az áldozat nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházára. Ebben a kosárkában benne vannak kis képek, benne vannak arcok, ki hogyan érzi magát. Gondolatban tegyük oda mi is önmagunkat ebbe az áldozatba, saját örömeinket és saját aggodalmainkat, céljainkat, félelmeinket, bűnbánatunkat, várakozásunkat, reményünket. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy ugyanaz a Szent Lélek, aki a boldogságos Szűz Mária méhét eltöltötte égi erejével, szentelje meg oltárodra helyezett áldozati adományainkat, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve váljuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újongva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelye, az új és örök szövetségi. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért, miatt halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged,
Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Imádkozzunk úgy, ahogyan Jézus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Mindenható Istenünk, magunkhoz vettük örök megváltásunk zálogát. Kérünk, hogy minél inkább közeledik karácsony ünnepe, annál nagyobb odaadással készüljünk Szent Fia csodálatos születésének méltó megünneplésére,
aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy advent negyedik hetében péntek reggelig tartunk még roráti szent miséket, reggel 6 órakor a székesegyházban. A hajnali misék alatt a héten több atya fog gyóntatni, hogy a vasárnapi rendszeres gyónási lehetőség mellett lehetőséget biztosítsunk a karácsonyi szentgyónás elvégzésére. Egyúttal köszönjük közösségeink és az atyák kitartó szolgálatát, akik tevékeny részvételükkel segítettek és segítenek bennünket a fölkészülésünkben. Hordozzuk egymást továbbra is imádságainkban. Jézus születésének eseményeit idézzük meg, a szállást keres a Szent Család felvonulással ma délután 15 óra 30-as kezdettel. A menetet és az imádságokat az énekes zenés áltatosság folyamán beöltözött szereplők vezetik, akikhez mi is mindnyájan csatlakozhatunk. A menet a Magtár előtti téren, illetve a Dóm előtti téren, a nyugati oldalon gyülekezik. A Szent István tér, Ferences templom, Széchenyi tér útvonalon halad. Mindenkit, nagyokat és kicsiket egyaránt szeretettel várunk. December 24-én, szenteste, 16 órakor kezdődik a pásztorjáték itt a Székesegyházban. A próbák december 21, 22 és 23-án lesznek, délelőtt 10 és 12 óra között. Aki szeretne részt venni benne, az még az első két próba alkalmával jelentkezhet, vagyis 21-én, szerdán és 22-én csütörtökön, az iskolára való tekintettel. Szenteste a belvárosi templomban horvát nyelvű szentmise lesz 20 órai kezdettel. Az éjféli szentmisét a Székesegyházban László püspök atya fogja bemutatni. Karácsony napján, december 25-én vasárnapi rendben lesznek a szentmisék templomainkban. Székesegyházban tehát 8, 9 óra 30, 17 óra angol nyelvű és 18 órakor, a belvárosi templomban 11 és 20 órakor. Szent István diakónus ünnepén, december 26-án a belvárosi templomban 11 órakor, a Székesegyházban 18 órakor tartunk szentmisét. A karácsonyi és újévi ünnepek körüli szabadságolások, valamint leltározás miatt a turisztikai látogatás rendje január közepéig megváltozik. Ez érinti a belvárosi templom altemplomában lévő temetkezési hely látogatási idejét is, mely a szertartásokhoz kapcsolódóan azonban továbbra is látogatható marad. A részletes rend a hirdető táblán olvasható. Minden kedves testvérünknek áldott békés karácsonyt kívánunk. Most a szentmise végén húzzuk a nyerteseket az előző heti rejtvény, illetve az e heti rejtvényhez. A mai olvasmányokban Izajás próféta így nevezi meg az eljövendő megváltót. Miután megfejtetted a függőleges oszlopot, egy újabb kérdés, mi ennek a névnek jelentése? Itt láthatók a kérdések, keresztrejtvény és egy sorozat összejön. A megfejtés Emmanuel, mi a jelentése? Velünk az Isten. Az első nyertesünk Dénes Huba. Gratulálok. Második nyertesünk Varga Lenke.
Harmadik nyertesünk pedig Csurilla Balázs. Gratulálok. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket, mindenható Isten, Atya és Fiú és Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek, küldetésetek van. Istennek legyen.